Interaktív mesemondást tartottak a Csornai Városi Könyvtárban. Füzi Rozi elmondta, a történetek elmesélése során az óvodások is bekapcsolódhattak. Hát elsősorban az, hogy a népmesét megszerettessem a gyerekekkel, azon kívül a mai gépesített mesélős, mesefilmnézős világba egy kicsit fölfedeztessem velük azt, hogyha saját magunk gondolkodunk, saját magunk mozgatjuk meg a képzelőerőnket, fantáziánkat, akkor abból micsoda nagyon jó dolog jöhet létre, hogy ez egy tökéletes és remek játék, hogy beleélem magam másféle szerepbe. Ezen kívül örülök neki, hogyha egy kicsikét ugye a régebbi dolgok előkerülnek, akár szókincsbe, akár ruházatba, tehát hogy egy kicsikét közelebb hozni ezt a fajta igazán ősi hagyományunkat és gyönyörű történeteinket, amiket az évszázadok alatt megkaptak a magyar gyerekek. Hogyan zajlik ez a foglalkozás? Milyen meséket ismertnek meg a gyerek? Hát most már nagyon nagy a repertoárom, és igazából mindig magyar népmesével dolgozom, lehetőleg olyanokkal, amikben több szereplő van, hogy minél több gyereket bevonhassak, mert nem én mesélek, hanem én csak a gyerekeket, akik szívesen jönnének, szeretnének, invitálom egy-egy szerepbe, hogy lépjenek bele, és ők maguk legyenek, mint egy ilyen miniatűr színház, de ilyen nagyon, nagyon gyorsan próbák, és mindenféle előzetes ismerettség nélkül tulajdonképpen eljátsszuk az egész történetet, mesét. Hát a fő vonal ugye a király kisasszony, az kell a lányok miatt, szép koronákkal, szegény ember, aki ha ügyes, ha értelmes, ami olyan igazán közel állhat a gyerekekhez. Hát nekem ez nem munka. Tehát én ezt nagyon szeretem, most már lassan 20. éve lesz, hogy ezzel számomra teljesen véletlenül csöppentem bele mások biztatására. És azóta működik. Köszönöm szépen. Részletet láthatnak az interaktív foglalkozásból. Üveghegyen is túl, ahol a kurta farkú marctól, de még azt is elárulom, hogy ott, ahol rengeteg bolha van, és képzeljétek el, szeretik a bolhát, és nem akarják, hogy esetleg egy bő szoknya ráncaiba orra essen, mert a bolhának igaziból nagy orra van. Én nem tudtam sokáig, de állítólag a bolhának nagy orra van. És nem szeretnék, hogy ezt a nagy orrát megesse, hogy megbotorkázzék, bő szoknya ráncaiba, ezért részpapot vernek a lábaira. Hánynál van a bolhának? Na? Kettő. Na, kevés lesz. Na? Négy. Az is kevés lesz. Hát öt láb az sánta. Hat. Képzeld el, minden bolhának hat patkóra van szüksége. Azt képzeljétek el, amikor összetalálkozunk egy igazi, lancsos, bolhás kutyával, és az a sok bor, ami mind bevászna a szoknyába, ezek meg ott abban a részpatkóba, mind ott mászkálnának. Hát, ahogy összevernék a részpatkót, lenne olyan csöngés-bongás a szoknyámba, és ki a füled, hallgass meg, van-e bennem bolha? Nem is hallgattál, már mondtad is. Honnan tudod ilyen biztosan? Füleljék! Csönd van a szoknyám körül. Akkor nyugodtak lettek, nem kaptok tőle bolhát. Csak egy bolha mesét. Remélem, tetszeni fog. Egyszer volt, Hol nem volt egyszer. Már megbeszéltük, hogy hol, de hogy ki volt. Volt egy király. Irtózatos, nagy volt ennek a királynak a birodalma. Közelebb hozom a bőröndömet, amiben benne rejtőzködnek ennek a királynak, meg a mesének a dolgai. Várjál, mert még van itt egy kupac cuccom, azt is mindjárt idehozom. Ezt jól eljátszhassuk. Ki az, aki feledékeny? Jó van, akkor megnyugodtam. Azt hittem már az öregségtől van, mert látod, én már nem vagyok olyan fiatal. Szóval volt az a király, akinek rengeteg nagy volt az országa. És hiába jelentettek a miniszterek, hogy itt ez történt, ott meg az történt, nem volt benne biztos, hogy igazat mondanak. Szeretett saját maga körülnézni, meggyőződni róla,
hogy igaz, amit mondanak, vagy sem. Ezért levette a palástját, a koronáját. Fogott egy ócska, takarót magára tekerte, és így áruhába járta az országot. Fiúk, melyikre tud legjobban gyűröngeni, mérgelődni, főbosszantani magát? De jó, ennyien, igazi férfias tulajdonság, nem? Legyél, gyere, gyere, te a király, szemüvegem is van, és teljesen okos királynak látszol, gyere. Tudjátok, állítólag, akinek szemüvege van, az nagyon okos. Hát biztos nem így van, csak én is szeretem azt gondolni, mert nekem is van. Hát, azt hiszem. Na kérem, íme a nagyon okos király álruhába. Ment-ment az országba. Nézett jobbra, nézett balra. Megállapította, hogy szépen művelik a mezőket, a réteket, az is még az erdőket is gyönyörűen karba tartják, vigyáznak a fákra, lemetszik a vadhajtásokat. Egyszer csak, ahogy sétál, elkezd fülelni. Fülel nagyon, egészen nagyra nyitja a füleit, és hallja, hogy valahol nagy dinamikus dalolászás van. Mit tudnak dalolászni örömünkkel, de emberek? Például ti, ne kell jelentkezni, mit tudtok énekelni mindannyian? Ha? Na, mondja! Énekeljük el, gyönyörű dal! Tavaszi szél vizet áraszt, mert nem tudta eldönteni az a rogyos ház, hogy merre dűjön. Ezért még mindig ott állt szegény. Belépett a rogyos házba. Hát egy csomó asszony, meg ember nagy vidáman, ott énekelték ezt a szép dalt. Beköszön nekik. Belépünk valahol, köszönjük, köszönj egyet. Hát miért köszönünk? Hát egy komoly király is a felnőttes. Kívánok! Mondjátok, hogy adjon Isten! Adjon Isten! Fogadj Isten! Egyet is lehet köszönni ám, ha valahol bemegyünk. És mondd, hogy ha minek örülnek ezek ennyire? Minek örülnek maguk? Hát minek örülnek ezek? Maguk. Maguk. Jaj, mindegyik összecsapja a kezét. Jaj, képzelje el! Azt mondják, hát megjövendő te az öreg javasasszony. Tudjátok, az olyan jós nőféle, meg aki gyógyításhoz is részszól. Öreg javasasszony, hogy ez a fiúcska, aki ma született. Ez, mondjátok meg neki, Markus urám, elveszi a királylányát feleségül. Elveszi a királylányát feleségül. Jó, mikor ezt a király meghallotta, lehervadt a mosolyod arcáról. Rögtön lekonyult a száj. Mérve sem mindent. Melyet állítom. Összehozta a hokat. Gondolta magában. Micsoda! Ebbe a kidűbenült házba született ez a gyerek. Egy kór is. Majd az én egyszem gyönyörű lányomat feleségül vegye. Na azt nem engedem. Rögtön furmányoskodott gondolatban, hogy mi legyen. És így szól. Haják-e? Haják-e? Látom maguk szegények? Látom maguk szegények. Adják nekem ide azt a gyereket? Adják nekem ide azt a gyereket. Mutathatod a kezeddel is. Ide. Majd én fölnevelem? Majd én fölnevelem. Jaj, az anyja szerintetek oda akart adni? Nem. Nem, hát azonnal szorította magához. Lányok, szorítsátok a gyereketeket, hát el akarják venni. Jaj, dehogy adjuk ezt a mi gyönyörű szép gyerekünket. Hanem az apja, tudjátok, mit sugott a felesége fülibe? De asszony, lehet, hogy ez is a szerencséjére válik. Hát tudod, megjövendőték, hogy a mi gyerekünk egy szerencse fia. Így aztán a királyi oda adták a gyereket. Gyere, tedd a kezébe. Fülike. Add. A király azt mondta, vigyázok ám rá.
És már is nagy sebbellóbbal elmennem azért, hogy vigyázzon rá. Elment egy asztaloshoz, készítetett vele egy falhátikát, olyat, aminek teteje is volt, beletette a gyereket a falhátikába. És tudod, hova dobta be? Edudolom nektek, a melyik folyóba. La 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 Az egy olyan tisztességes, iparos ember volt. Annyira jól értett a szakmájához. Még egy icike, picike résen volt a faládán. Ha különben is a fa milyen, gyerekek? Elmerül az? Nem. Láthatok ma olyat, hogy bedobsz egy fadarabot a vízbe? Lemerül? Nem. Csak fent elúszik. Leveg, úszik. Leveg. Persze. És akkor képzeld el. És benne volt az a kisgyerek. A Duna meg lics-locs, hogy úszik az, vagy hogy lics-locs, a nagy hullámaival, lics-locs, vitte magával, jó messzire elvitte, egészen egy malomig vitte. Ott állt kinn a vízimónál, meg kocakos ember. Vicceskedj, komoly munkálám az? Mit csinál a vízimónál? Tudod? Az én apám vízimónál őről búzát. Ezt lassan őrül. Hogy kell lassan? Így járnak a valom kerekei, hatalmas nagy kőkerekek, és köztük van a búzanak, és így járja, őrli egészen pokrá, és az lesz a liszt. Őről búzál. Hely! Lassan őrli, hogy finom liszt legyen. Lassan őrli. Őről rozsot is. Azt is lassan őrli. Kukoricát! Azt egy Ezt meg a Mónárné énekelgette, a Vizi Molnár felesége. Aztán ahogy ott énekelget, meg söprögett az udvaron, tudjátok, ilyen nagy kereke van a malomnak, és mindig a lapátok belemennek a vízbe, mert a víz hajtja, tekeri. Hát látjám, hogy valami beakadt a kerekek közé. Olinyena! Ajjaj, apjuk! Jöjjön gyorsan, mert itten a lapátok közé beakadt valami ládika. Jaj, talán kincs van benne. Kinyitja. Hát benne bömböl egy éhes pici baba. Hogy bömböl? Meg még a kicsikék azt mondják, kiveszi. Nem is volt gyerekük. Jaj, jobban örültek, mint egy kincsnek. És képzeljétek el, fölnevelték, mintha az ő gyerekük lett volna. Legközelebb a király megint arra járt, sok-sok-sok-sok esztendő múlva, de már királyi ruhába. Megmutatod, milyen a király királyi ruhába? De? Te itt próbálja meg. Gyere bátran! Itt egy király! Azért volt akkor már Balázsba, meg azért volt akkor már Koronába, mert hogy csak ilyen legényesen parnyókára vetette, ilyen féloldalasan parnyókára. Ugye egészen királynak látszik? Húzd ki magad, mert a király büszkám. Mert el akart menni a szomszéd országba, ahol képzeljétek csak, bajvívás volt. Az azt jelenti, hogy összegyűltek az hercegecskék minden országból, meg a grófok, meg a válogatott cigány legények, és azok mind ott kipróbálták ki a legügyesebb. És azért, mert ugye a leányának félje. Nem érdekeltem, hogy ki beszerelmes a lánya. Képzeljétek el, lányok. Azt mondanám. Na, ez a fiú szolgálhoz lenni feleségül. Mit szólnátok? Ha?
közel nem mennék olyanhoz. Kézzeljétek csak! Hát ez azért, mert elfáradt. És meglátta ezt a vízi malmot, leszállt, hogy majd ő itt pihen egyet. Elvégre ő a király, minden az övé, megáll nagy büszkén, védni, még a kezét is így teszi, vagy valahogy így, de minden esetben nagyon méltósan teljesen. Ügyibe való hely, levéki, egy izmosat erősen. Na most keresek egy izmosat erősen. Bátor is ráadás. Vagy fiúbátor, ügyibe való? Vagyek, mi az, hogy ügyibe való? Mi az, hogy ügyibe való? Ügyes, mindent el tud intézni. Na gyere, te ügyibe való! Tedd le, légy szíves azt a pulóvert, mert abban a világban nem húztak ám ilyen pulóverokat a regények. Ha nem hordta, fehér gyógy üngöt. Itt van, né? Ez a gyógy, látod? Hát, otthon szőtte az édesanyja a Mórárné. Lemből. Egye. Hé, barátom, tényleg aztán egy belevaló? Hát sokkal magasabb, mint a király. Ha nézzük meg. Azt a biztos, hogy nagyon erős is. És úgy látom, okos is, ami nem ártalmas dolog. Meglátja, király, tátva marad a szája. Tartsd el hozzá, csodák! Az ember egyszer kicsak. Ja. Még a szemét is eltáltotta, így kikörökítette. Aztán azt mondta neki, nézed föl, majd a nyaka elfáradt, annyira magasra nézett a gyerek. Hát te ki vagy? Hát te ki vagy? Azt mondja, én az édesapám fia vagyok. Én az édesapám fia vagyok. Az mindenki mondhatja. De hogy hívnak? De hogy hívnak? Na, hogy hívnak? Csonka Máté. Máté legény! Máté! Aztán ki a te apád? Széher Andrea. Akkor most tőle is kérdezd meg, hogy az ő apja kicsoda. Az ő apja. A tied? Mondjad, hogy a tied kicsoda? A tied kicsoda? Azt mondja, hát a Molnár. Hát a Molnár. Meg a édesanyám a felesége. De ahogy ott beszélgetnek, én szerettem Molnár, hogy valaki arra jár. Gyere Molnár! Gyere bátran! Menj! Csak aki akar. Na, most már neked is akar. Akkor majd következőben, jó? Várjál! Na, gyerünk gyorsan, egyszerűen mindjárt. Még lesz olyan, amikor ide jöhetnek a fiúk. De nem csak a Molnár vette észre, hanem jött a Molnárnak az édesanyja is. Éppen dagasztotta a kenyeret odabent. Azért volt rajta kendőhajszál, bele ne essen. Meg annak idején nagyon sok asszonyság, sőt minden asszonyság kendőt hordott. A leányok, néha azok nem. Hát szóval azt nem. Dagasztott a búzalisztből, és mennek ki erre a nagy beszélre. Meglátják, hogy a király, jaj, nagyon mélyen meghajolnak, mert a király előtt nagyon mélyen meghajolnak, jaj, nehogy a fejüket vetesse. Mindjárt súgja az asszony, hajolj meg, fiam, te is! Hogy a fiam, hajolj meg! Na végre! Hát, te mafla nem hajoltál meg a királynak. Aztán fölegyenesednek, és néznek szembe, és köszönnek. Adj Isten felség! Adj Isten felség! Azt mondja a király, halljátok-e? Halljátok-e? Ez a legény jó volna az én hadseregemben. Ez a legény jó volna az én hadseregemben. Elviszem velem. Elviszem velem. Hát az anyja meg. Így csinálni. Jaj! Ne tegyen ilyet felséges király uram! Sápítozzunk egy kicsit, lányok! Jaj, nem akarom! Nem! Király uram! Király uram! Nézd, hogy izgul! Jaj, megijed! Tördeli a kezit, az ujját, látod? Azt mondja, ezt a jó Isten adta nekünk, ezt a gyereket. Mondd meg a királynak. A szerencse adta. Mondja. A szerencse adta. A víz hozta. A víz hozta. 18 esztendeje. 18 éve. Tizennyolc éve. Mi
üldökít. Vakarja a fejét, ami bizony az erős gondolkodásnak a jele. És kitalálja magát. Víz hozta. 18 tesznek. Hát ez biztos a szerencse fiú, akit ő beledobott a vízbe. Júj, hogy azt, hogy ez nem pusztult el. Mérges volt a király nagyon, de gondolkodott, csak hogy csíkorogtak az észkerepek a fejébe, és akkor azt mondja az asszonynak, na jó van? Na jó van. Akkor csak üzenetet vitetek vele. Akkor csak üzenetet vitetek vele. A királyné asszonynak. A királyné asszonynak. Azzal a király elfordult, és nagyon gyorsan elővett a zsebéből egy papírost, meg a téntát, ilyen fölkészült királyok, mi? És ebbe téntát fordott. Tudod, mi az a ténta? Tinta? A tinta az egy fekete fust. A tinta az egy fekete vagy kék folyadék. Belemártották a tollat. Régen szó szerint a tollat, azért hívjuk a töltő tollat is tollnak, mert réges-régen fogtak egy nagy nuttollat, kihegyezték a végét, belemártották ebbe a fekete festékbe, ebbe a fekete lébe, vagy kék lébe, és azzal írták le a betűket. Jó, sokszor be kellett mártogatni, csak ez egy nagyon ügyes, fölkészült király volt, megírt a feleségének egy levelet, ilyen, ide nézd, ahova írsz, nehogy patát ejtsél rajta, könnyen lecsöppen ez a fest. Papíros odaadja a legénynek, és mondja neki, vidd a királynéhez. Vidd a királynéhez. Legény zsebre vágja, megöleli édesanyját. Az édesapját. Ne szégyen az, ha az ember megölel valakit, mert szereti. Aztán búcsút int nekik, és elindul. A király meg megy, megnézze azt a viadalt, mert most már megnyugodott. Ő ezt a legény végleg elintéz.